Köszöntöm a nézőinket! A koronavírus járvány megelőzésének érdekében hozott döntések gyermekeket is érinthetnek, így nem csoda, hogy a gyermekek fejében is kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a kialakult helyzet milyen hatással lehet rájuk, ők milyen döntéseket hozhatnak meg. A stúdióban vendégem Lakner Varga Edina, a pszichológus, vele a témában fogunk beszélgetni. Edina, köszöntelek a stúdióban. Én is. Először is fontosnak tartom tisztázni azt a kérdést, hogy egyáltalán miért fontos beszélgetnünk a gyermekekkel ebben a témában. Azért fontos velük beszélgetnünk, mivel vannak nekik kérdéseik, vannak nekik félelmeik, érzéseik a, a, témával kapcsolatban. Ezeket jó esetben meg is tudják valamilyen szinten fogalmazni, hiszen az iskolában ők maguk is sokat beszélgetnek, beszélgettek ezekről a kérdésekről, illetve már az óvodában is téma volt, én azt tapasztaltam, hogy, hogy a gyerekek aggódtak is, meg szóba is kerültek ezek a dolgok, tehát mindenképpen ott van a fejükben, ha mi felnőttek ezeket a, ezeket a dolgokat, kérdésköröket kihozzuk belőlük, akkor nyilván nekünk van egy olyan funkciónk, hogy rendet tudunk tenni a kis fejükben, tehát a felesleges aggodalmaktól meg tudjuk őket szabadítani, illetve az érzelmekkel pedig leginkább úgy tudunk foglalkozni, ha mi magunk képesek vagyunk hozzájuk kapcsolódni, őszintén kommunikálni a témáról. Hogyan tudunk őszintén kommunikálni? Ugye azt mondtad, hogy ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy nagyon sok szülő teljesen jogosan, maga is bizonytalan a kialakult helyzettel kapcsolatban. Hogyan lehetünk mégis magabiztosak a gyerekekkel szemben? Hogyan tájékozódhatunk? Hogyan próbáljuk meg lekommunikálni felüljük azt, hogy mi esetleg hogyan éljük meg ezeket a kialakult helyzeteket? Igazából a legeslegfontosabb az őszintesség. Tehát, hogyha bennünk van bizonytalanság, elmondhatjuk nekik, hogy igen, mi sem tudjuk biztosan, hogy mi fog következni. Lényegében fontos az, hogy hogy azt mondjuk, ami belül van bennünk, anélkül, hogy őket elárasztanánk a saját feldolgozatlan érzéseinkkel, érzelmeinkkel. Lényegében nem érdemes nagyon belefolyni a dologban, olyan szinten jó, ha válaszolunk nekik, ami, tényleg érdeklődnek, ami számukra fontos, de hogy legyen egy, legyen egy kerete ennek a dolognak. Már említetted, hogy akár az óvodában, vagy akár iskolában is korábban szóba kerülhetett a téma. Pszichológusként mit gondolsz, vagy esetleg van a saját tapasztalatod, hogy egyáltalán milyen kérdések merülhetnek fel egy óvodáskorú, vagy egy kisiskoláskorú gyermekben? Lényegében főleg azok a dolgok merülnek fel bennük, amiket otthon hallanak, Illetve ö, akár a híradásokból leszűrődik számukra, ugye azért a rádióból, vagy akár a tévéből, amit a szülők néznek, pár dolog számukra is nyilvánvalóvá válik. Tehát ezek azok, amik első körben foglalkoztatják őket. Leginkább én azt tapasztaltam a saját gyerekeimen, hogy a, a, közeli hozzátartozók, vagy az ő kis életüket befolyásoló, közvetlenül befolyásoló dolgok Ra kíváncsiak leginkább, hogy ők betegek lesznek-e, ugye be lesz -e zárva az iskola, óvoda, azt most megtudtuk, hogy ugye bezárták őket, de hogy ezek a dolgok foglalkoztatják leginkább. Az, hogy felmerül bennük a kérdés, és meg tudjuk fogalmazni, el tudjuk mondani nekik a saját gondolatainkat és ezzel egy kicsit meg is tudjuk nyugtatni őket. Ez feloldhatja esetleg azt a feltételezhetően kialakuló pánik vagy stressz helyzetet, ami egy gyerekben kialakulhat. Mindenképpen tud segítség lenni számukra igen, hogyha ha mi magunk egyrészt ugye kommunikáljuk ezeket a dolgokat, ahogy én már említettem is, másrészt, hogyha mi magunk ezt valamilyen szinten tudjuk önmagunkba kezelni, tehát magunkban dolgozunk ezeken a, a ezeken a félelmeken, akár úgy, hogy hogy keresünk egy egy másik embert, akivel beszélhetünk a témáról, aki számunkra jelent megnyugvást, teszünk igazából azért, hogy, hogy meg tudjunk küzdeni a helyzettel, akár ilyen aktív megküzdési Módok lehetnek, ugye azok, hogy amikor tudjuk, hogy megmostuk a kezünket, nyugodtabbak vagyunk, hogy igenis tettünk valamit az egészségünkért, hogy odafigyelünk ugye ezekre a tanácsokra, amik, amelyek elhangoznak számunkra, akkor ez egy kontrollérzetet ad a kezünkbe, illetve hogyha azért mi magunk is próbálunk egy ilyen érzelmi alapú megküzdést is vinni a, a, mindennapokban, legyen ez akár annyi, hogy együtt társasozunk a gyerekekkel, vagy akár, hogy a párunkkal megnézünk egy jó filmet, ami egy kicsit kizökkent, tehát hogy ezeknek a szerepe sem lebecsülendő, hiszen a hétköznapokat vinni kell attól függetlenül, hogy, hogy nem tudjuk, hogy milyen helyzet fog kialakulni kicsit pont erre szerettem volna reflektálni, hiszen ugye azok, azokkal a döntésekkel, hogy bölcsödik óvodák vagy iskolák is bezártak, illetve nem látogathatóak az intézmények, azt a helyzetet alakítja ki, hogy, hogy a megszokottnál sokkal több időt töltenek otthon a gyerekek, akár egész családok töltenek otthon sokkal több időt, és amit te is mondtál, hogy nagyon hasznosak és fontosak azok a közösen töltött idő, a közös programok, amiket fel is soroltál. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen, milyen gyakorlatok lehetnek, mi az, ami egy szülőnek segítség lehet, hogyan foglalja le a gyerekeket. Legfontosabb az, hogy, hogy ebben az otthon töltött időben ne folyjon szét a nap. Itt arra gondolok, hogy nagyon lényeges, hogy napi rendet vezessünk be, tehát, hogy legyen ideje azért a felkelésnek, legyen ideje a munkatevékenységnek, vagy tanulási tevékenységnek, a közös étkezéseknek, a kikapcsolódásnak. Tehát, hogy mivel eddig egy ilyen külsőleg kapott keretrendszerben mozogtak a gyerekek, illetve a szülők is, mind a ketten, ugye most sokan, sok szülő, aki meg tudja ezt valósítani, otthon van a gyerkő, Ötzel, ő is kiesik a munkából valamilyen szinten, tehát hogy máshogy, rugalmasabb módon kell. El... Ha ezt meg tudja valósítani, illetve a gyerek pedig a, a mindennapi óvodai iskolai rendből, ezért valamilyen szinten, ha ezt tudjuk neki pótolni, napi rendi pontokat adva, a biztonságérzetét növeljük, illetve a napoknak a hatékonyságát, gondolok itt ugye a tanulási tevékenységre, illetve azokra a dolgokra, amit felnőttként nekünk is kötelességünk elvégezni otthon. Mi van egy ö, olyan helyzetben, mit tehet a szülő egy olyan helyzetben, hogyha például ö, kialakít egy ilyen ö, fix napirendet, és mondjuk a, a gyerek vagy gyerekek otthon nem szeretnének ehhez ö, egyből úgy hozzáállni, hogy ezt komolyan kell venni, mit tehet ilyen esetben egy szülő? Uh... Hát, ugye itt, itt már akkor belemeltnénk mi ebben, hogy, hogy hogyan alakulnak ott a, a családi kapcsolatok, hogy ugye ennek van-e kommunikációs értéke, stb. stb. De hát akkor ebben nem belevenve, én azt gondolom, hogy, hogy ezért a hétvégéknek is van egy egyfajta ritmusa jó esetben, ha nem is ennyire kötött, mint amihez most igyekszünk majd, vagy amit most igyekszünk majd esetleg megvalósítani, vagy én személy szerint azért tervezek otthon egy kicsit kötött, napi rendet, mint a hétvégi, de hogy ö, arra próbálom például ráfűzni, tehát, hogy ami, ami ott már működik, ö, amikor tudom, hogy a gyerekeim ezt már megszokták, hogy ö, miután mi következik, ö, ahhoz próbálom igazítani ezt a, ezt a mostani napi rendet is, tehát, hogy ö, hogy a megszokás az segít mindenkinek, hát az ilyen egyéni kívánságokat, helyzeteket pedig azért egyéni szinten érdemes kezelni, meg kellő rugalmassággal és kellő, kellő határozottsággal. Olyan esetben, ha mondjuk olyan kérdés merül fel a gyerekben, amire a szülő nem tud határozott vagy őszinte választ adni, akkor milyen, mi, mit tehet a szülő, milyen, milyen lehetőségei vannak. Gondolok itt arra, hogy ugye. Azt beszéltük uh, már a, a legelején is, uh, arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a kommunikáció minden szempontból nagyon fontos, tehát az, hogy elfordulok, vagy vagy elbagatelizálom a, a gyerek kérdését, az nem lehet uh, egy jó megoldás. De mi van abban az esetben, hogyha olyan kérdés merül fel a gyermekben, amire esetleg a szülő sem tud, vagy nem mer hiteles választ adni. Uh -huh. Hogyha ezek uh, konkrét uh, tényekre vonatkozó kérdések, uh, informatív kérdések, és mondjuk nem tudja a szülő a választ, de uh, tudhatná, és utána néz, és ezt tudja úgy kommunikálni, hogy uh, uh, hogy a gyereknek tényleg egy kielégítő választ ad, akkor, akkor érdemes ezt megtenni, mert hogy azért az információ, egy, egy információ morzsa is van, hogy kapaszkodót nyújt az embernek, tehát gondolok itt arra, hogy meggyógyulnak -e ebből a betegségből, igen, de hogy hányan, akkor, akkor akár nem biztos, hogy minden gyerek érti, de hogy igen, vannak gyógyultak, és hogy sok ember meggyógyul, és hogy gyógyulnak meg, tehát hogy lehet ez akár egy beszélgetési indító, vagy lehet, hogy tényleg csak egy-két momentumra kíváncsi a gyerek, ott akkor nem is kell túlfűzni a dolgot, mert az érdektelensége azt jelzi, hogy egyébként ő, ő ezzel már így elégedett. Ha pedig olyan dolgokra nem tud válaszolni a szülő, ami, ami tényleg arra vonatkozik, hogy hát ugye a gyerekek olyan kérdéseket is föltesznek, hogy hogy mamával mi lesz, papával mi lesz, akkor, akkor, akkor is érdemes olyan választ adni nekik, ami, ami egyrészt belőlünk fakad, másrészt pedig pedig. Érezteti velük, hogy, hogy igenis van valamelyes kontrollunk, próbálunk ma már a papára vigyázni, ő is azzal, hogy otthon marad, ő már azzal segít nagyon sok embernek, tehát hogyha ha megvan neki egy-két egy kis kapaszkodó, az már előrébb tudja vinni egyébként. Eszembe jutott egy olyan kérdés, hogy ugye most legfőképpen a, a kisebbekről ö, beszélgetünk, vagy olyan kérdések merültek fel, ami a, a, akár az óvodás vagy a kisiskolás gyerekeket érintheti. Szóba került az, hogy fontos például megtanítanunk őket a helyes kézmosásra, ezzel biztonságot tudunk nekik ö, ö, idézni. De mi, mi a helyzet abban az esetben, hogyha egy kicsit nagyobb gyerekekre gondolunk? Eszembe jut egy olyan lehetőség, hogy nem is fordulnak a szülőkhöz vagy felnőttekhez a kérdéseikkel, hanem akár az interneten ö, próbálnak ö, lehetséges válaszokhoz jutni. Ez a lehetőség természetesen magában hordozza azt, hogy akár álhírekkel találkozik, vagy pedig olyan információkhoz jut, amit nem ért meg, vagy, vagy pedig ö, ö, nem úgy értékeli, mint ahogy kellene, hogy értékelje. Mi a helyzet? Ö, egy ilyen esetben mit tehet a szülő? Mire hívjuk fel akár a szülők figyelmét egy nagyobb gyermek esetében? Én azt gondolom, hogy hogy a legfontosabb itt is, hogy tere legyen annak, hogy a gyerek esetleg merjen kérdezni, meg merjen nyílni a szülőnek hogyha van, van, ennek egy tere, akár, akár, az, hogy, hogy az ember csak odaül a gyerek mellé, és, és, ráfigyel, és próbálja érzékelni, hogy mi van benne, mi zajlik benne, akkor, akkor, akkor nagyobb eséllyel nyílik meg a gyerek, és, és mond el dolgokat. És itt is ugye, hogyha egy nagyobb gyerekről van szó, ugye ők hamar bezerkóznak, tehát ott nagyon óvatosan érdemes egy-egy témával bánni, anélkül, hogy őt mondjuk minősítenénk, hogy tehát mondok negatív példát, hogy hol olvastad ezt a hülyeséget, akkor a gyerek valószínűleg egy ilyen mondat után már nem fogja megosztani az ő félelmeit, mert hogy ezáltal ő úgy érzi, hogy, hogy az ő információja minősítve lett ezáltal talán ő maga is, tehát egy érdemes, érdemes inkább egy ilyen megértéssel befogadó hozzáállással közelíteni felé. Mi az, amit igazán meg tudunk tanítani kicsiknek, nagyoknak egyaránt egy ilyen helyzetben? Gondolok mm. itt. Mm tényleges dolgokra, vagy gondolok itt az érzelmek pontos megfogalmazására? Nekem először most az jutott eszembe, ami szerintem most egy nagyon nagy lecke, hogy ne csak magunkra vigyázzunk, hanem egymásra. Tehát, hogy, hogy ugye olvashatjuk, hogy gyerekekre nem annyira veszélyes, de hogy hogy ez pont, pont egy olyan ö, momentum, ami azt is hordozza magával, hogy, hogy, ők viszont tudnak másokra vigyázni. Tehát, hogy ők azért nem mennek iskolába, mert hogy ők így tudnak segíteni más embereken. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az empátia, az együttműködésnek ez egy nagyon nagy leckéje lehet, hogy, hogy nem visszük a gyereket közösségbe, nem mászkálunk vele a városba, a játszótérre, stb. Mert hogyha, ha nem is őt fiatjuk, de hogy ő, által a többi embert is, és hogy ő is ezt igenis el tudja fogadni, meg tudja tanulni, és hogy büszkén tudja ezt akár vállalni is. Edina, köszönöm szépen a beszélgetést. Beszélgetés. Nézőinknek köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!